A héten világszerte megünnepelték a Valentin napot. Az angol száz hagyományokban gyökerező ünnep Szent Bálint tevékenységére vezethető vissza, aki a 14. században a jegyesek és a fiatal házasok védőszentjévé vált. Tőle ered az is, hogy a szerelmesek ilyenkor ajándékokkal kedveskednek egymásnak. Ezek azonban csak az ünnep modernkori felfogásának az előzményei, hiszen ez a nap már a pogány vallásokban is nagy jelentőséggel bírt. A nálunk is elterjedt szokások azonban nagy utat tettek meg a történelem során. Angol kivándorlók vitték őket az új világba, majd amerikai katonák hozták vissza a kontinensre a II. Világháború idején. Magyarországon a rendszerváltás után tűnt fel a Valentin nap jelensége, és továbbra is megosztja a hazai közvéleményt. Sokan vannak, akik elítélik, vagy egyszerűen csak érdektelenség miatt nem ünneplik meg azt. Nem tudom, nem nagyon szoktuk a párommal ünnepelni. Egyáltalán nem. Nem tartom ünnepnek. Mivel az Egyesült Államokból tért vissza Európába a mai értelemben vett Valentin nap, nem csoda, hogy sokan amerikai kreálmánynak tartják. Hát mert ez egy ilyen amerikai kitalált baromság, és itt a virágárusok Magyarországon jól megszedik magukat, meg mindenki az ilyen kis ajándék cuccok, bocsánat, úgyhogy nem. Majd akkor lesz ennek igazándiból hagyománya, hogyha az amerikaiak a busójárást megünneplik ott. Vannak azonban olyanok is, akik úgy gondolják, jó dolog megünnepelni a szerelmet, hiszen manapság legfőképpen erről szól a Valentin nap. Ebben a rétegben idősebbeket és fiatalokat egyaránt fellelhetünk. A férjem meglepett egy ilyen rózsa Valentin hosszúkás Raffaellóval, és én nagyon boldog voltam, mert ő tudja, hogy nagyon szeretett. Úgy, hogy megajándékozzuk egymást, és... Hát ez az első igazi Valentin napunk, úgymond. Veszünk egymásnak egy-egy valami apróságot, most meg elmegyünk az Árkádba, majd tudod, ami lesz, fellépőket, megnézzük az X-faktorosokat. A legtöbben apró ajándékokkal lepik meg partnerüket, vagy egyszerűen csak megpróbálnak minél több időt együtt tölteni, közös programokat szervezni. Most találkozom valakivel, akinek viszek egy kis meglepetést. Találkozom a barátnőmmel, és majd vele együtt fogunk főzőskézni. A kereskedők reklámkampányai nagy szerepet játszottak az ünnep elterjedésében, tehát a kezdetektől fogva hasznot remélhettek belőle. Az idén sem volt másként. Jelentősen nagyobb a forgalom. Jóval nagyobb a forgalmunk a Valentin napot megelőző esti órákban, és Valentin napon így zárás körül is. Tehát az a jellemző, hogy férfiak jönnek, és így az utolsó percekig halogatják a vásárlást, és hát egyértelműen Valentin napra keresnek ékszereket. Magyarországon ezen a napon tájjellegű népszokásokat is megfigyelhetünk. A mohácsi sokácok böjtölnek, gyónnak és imádkoznak. Balatongyörökön pedig megmetszik a szőlő négy sarkát, a tolvajok és a madarak távoltartása végett. Február 14-én minden pirosba borul. Úgy, ahogy ez a kirakat is mutatja, mindenhol megjelennek a piros szívecskés motívumok. Bár ezt az ünnepet sokan csak egy átvett amerikai gisnek tartják, mégis rámutathat az emberi szeretetre és a törődésre. Csanaki Melinda tudósított a budapesti Árkád üzletházból.